Nyolcadik alkalommal rendezték meg az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokat Fehérvár Csurgón. A Károlyi Kastélypark vendége ebben az esztendőben Ciprus, Dánia és Franciaország voltak. Minden évben igyekszünk valami többel megjelenni a látogatók előtt. Most például a főépületnek a felújítása egy óriási újabb lehetőséget nyújt számunkra, és hát ha az idő is kedvez, akkor akár ezen a hétvégén 10 000 ember is megfordulhat itt. A kiállításokon találkozhattunk növénynemesítőkkel, kertészeti termelőkkel, mesterekkel, és természetesen volt melegház, tájépítész hallgatók és szakemberek találkozója is. Jó, de Magyarország is vannak sok tájépítész és sok szép kertek, de próbálunk itt mutatni az, amit is lehet csinálni, és főleg meghívni külföldi tájépítészeket. A tájépítészet csoda dolog, gondoljuk, pedig dehogy is. Csak körül kellett pillantanunk, hogy megnézhessük a mintegy 10 000 látogatót együtt.